A Fidesz által bevezetett 27%-os élelmiszereket terhelő adó a legmagasabb Európában, emiatt egyre többen nem tudják megfizetni az alapvető élelmiszereket sem, mondta dr. Sós Tamás, MSZP-s országgyűlési képviselő. Korozs Lajos a párt elnökségi tagja a KSH legfrissebb adataira hivatkozott, mely szerint hazánkban 1,5 millió ember él mély szegénységben. Elmondta, hogy megyénkben ez a probléma 50 ezer embert érint. A politikusok aláírásgyűjtést indítottak Heves megyében. Azt szeretnék elérni, hogy a kormány 27-ről 5%-ra mérsékelje az élelmiszerek áfáját. Sós Tamás azt mondta, hogy csak így kerülhető el a mindenkire kiterjedő szociális katasztrófa.